A Vasi hegyháton nem igazán jó minőségű földeken gazdálkodik Németh Károly. Területe egyharmadán repcét termel. A kedvezőtlen adottságokat megpróbálja az alkalmazott technológiával ellensúlyozni, amelyben jelentős szerepet kap az őszi lomtrágyázás, a növénykondicionálók kijuttatása is. Te is most már ősszel lomtrágyázod is a repcét. Milyen megfontolásból? Igen, valamikor a kezdetén nagyon rossz repcéink voltak ősszel, és 15 évvel ezelőtt kísérletképpen megpróbáltuk egyszer ősszel ezeket a huminsavas növénykondicionáló szereket, és azt tapasztaltuk, hogy jelentős többlettermést hozott, és kiegalizálta a növényeket, tehát egy kicsit összehozta ősszel a növényeket. Azóta elégedettek vagyunk, és bevezettük ezt az őszi kezeléseket rendszeresen, mert most már függetlenül a növény fejlettségétől minden ősszel alkalmazzuk. 2006 őszén itt Olaszfán, Németh Károlyéknál családgazdaságban próbáltuk mi annó ki a huminsavas növénykondicionálást ősszel repcében. Ő volt az első partnerünk, emellett kapott a terület bort. Az akkori tapasztalat az volt, hogy 3 mázsát, 0,3 tonna per hektár terméstöbletet tudtunk realizálni. Ebben az időben 3 tonna volt a kontroll, és ez nagyon-nagyon jó repcének számított 2007-ben. Meddig végezhető el ez a kezelés a repcében? Milyen fenológiai fázisig? Nagyon-nagyon változók az állományok. Vannak kétleveles, szikleveles repcék, heterogén állományok az élén, ami azt jelenti, hogy 2-4-6 leveles jelen van. Én 16 éve nagyon jó szívvel a tapasztalatok mérések alapján tudom az ilyen heterogén állományokban ajánlani a huminis technológiát, azonban a humin savak kijuttatását, aminek egy olyan erőteljes hatása van, hogy homogenizál. Tehát gyakorlatilag egy fázissal összenő az állomány, és ez pár nap alatt már látható, egy hét alatt, 10 nap alatt eléri a kívánt stádiumot, és bizony 6 leveles környékén pedig akkor mi azt követően javasoljuk a regulátorozást. Nagyon fontos, hogy majd a repcénk tavasszal, és ez tavasszal is rendelkezik ezzel a hatással, nagyjából együtt virágozzon, együtt érjen, így a betakarításkori veszteség is nyilvánvalóan kisebb. De végeredményben egy cél van, hogy nagyobb termést érjünk el. És tudjuk azt, hogy a repcénél is, mint az őszi növényeknél általában 60-70%-ban ősszel dől el a repce sorsa. Tehát ezért nagyon fontos, hogy jól menjen a télbe, illetve jól induljon az az állomány tavasszal. A végeredmény az nagyon fontos, hogy mennyit takarítanak be aztán a kombájnok a jövő nyáron. Mennyi szokott lenni nálad? Az évjárat függő, voltak nagyon szép eredményeink. Az idén sajnos egy kicsit elmaradtunk az állvától, az időjárási körülményektől függően. 3,8 tonna lett az üzemi átlag, de volt nekünk már 4,8 is. Jól állja a versenyt a növénykondicionálók egyre szélesedő kínálatában a magyar szakemberek által fejlesztett huminis technológia, amelynek a termékeit egy 100%-ban magyar tulajdonú cég állítja elő. Köszönhető ez egyrészt annak, hogy ez egy komplex technológia, amelyben a növénykondicionálók mellett mikro- és makroelemtartalmú lomtrágyák is helyet kapnak. Másrészt annak, hogy évente legalább 50-70 kisparcellás és üzemi kísérletet végeznek termékeik hatékonyságának bemutatására. Minden termelőnek jó szívvel ajánlom azokat a cégeket, akik ugyanezt tudják hosszú ideje magyar piacon, magyar termesztési körülmények között produkálni. Bizony, mi kiszámoltuk 10 év átlagában, szántóföldi, hagyományos szántóföldi kultúrákban 4 fő növénynél 10%-ot tudott hozzátenni a huminis. A termés növekedés ennyi volt, emellett a minőségi paraméterek is növekedtek. Tehát nem minden biostimulátor tudja azt, hogy magasabb termés mellett nő az adott esetben az olajtartalom, mint a repcénél, 1-3-5 értékkel.